Megyünk tovább, még mindig itt vagyunk, ez itt a Backstage Live, az 5. amatőr zenekarok tehetségkutatója, a Mustárháza karöltve, és mondhatnám azt is, hogy zakatolunk tovább, mert hogy a következő zenekar, aki bemutatkozik, a Deepest Express, vagy Express? Express. Oké, okay, mondjuk. Yeah, sokan ezt szokták téveszteni, ugye Valtaint Express, de egyáltalán nincs köze hozzá. Express, így jó angol kiejtéssel. No, hát mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy ki min játszik, és hogy mióta létezik, működik a zenekar. Azt én tudom, hogy Kisvárdáról érkeztetek. Igen, Kisvárdáról érkeztünk, én Vártás Péter vagyok, basszusgitáron játszom, és... Én Huszár Zsolt vagyok, ritmusgitáros, és én vagyok igazából a frontember, az énekes. Hát 7 hónapja, ha megvan úgy az együttesünk, mi nagyon fiatalok vagyunk, mindannyian Kisvárdáról. Nyelves fiatalember. Vajner László vagyok, ének és szólógitár. Grósz Gábor, dobolok. Ha jól tudom, és az információk nem csalnak, mert ugye a jelentkezési labból azért nagyon sok minden információt le lehet szűrni, te vagy az a tag, aki elméletileg ebbe a triumvirátusba korábban nem tartoztál bele. Hogyan kerültél bele a csapatba? Hát nekem volt egy zenekarom egy 3 éve, az másfél év után felbomlott, aztán egy jó éves szünet után Peti keresett meg. Megkerestem. Hát mentem az utcán, autóval is megláttam, hogy sétál, megálltam. Láttad, hogy dobos, vagy már ismertem? Nem ismertem őt látásból, meg hát tudtam, hogy az Annó Flagrant, egy kisvárdai zenekarnak az arab pillére. Megálltam, megkérdeztem, azt itt először meg akarom verni. Hát nem bántalak, beszélgessünk. Aztán így tagja lett a baráti társágunknak, és azóta is nagyon szeretjük őt, nagyon jó srác. Milyen zenekar, milyen stílusú a zenekar, milyen zenét játszotok? Hát igazából azt írtuk, hogy a papírra, hogy punk rock, de azt de igazából nem is nagyon szeretném beskatujázni így a stílusokat, de inkább, hogyha azt kell mondani, így a punk rock határait feszegetjük, próbáljunk más irányba, de így az alapvonalakat azt mindig akkor megtartjuk. Akkor inkább azt kérdezem, hogy kik azok a zenekarok, akik mondjuk hatással vannak rátok a saját számok írásakor? Hát inkább nyugatról ezek az új hullámú punk rock zenekarok, például a Subways, vagy itt Magyarországon volt a Jack, ami már felbomlott. Nekem személy szerint a Supernem nagy kedvencem. Vagy a Bloodhound Gang. Akár. A számokat magyarul éneklitek, vagy angolul? Ez egy fontos kérdés. Próbáljuk vegyesen összehozni a saját számokat angolul-magyarul, mert úgy gondolom jobban hajlunk inkább az angol számok felé. Mert ezzel is próbáltok inkább nyitni a külföldi mindenképp. Lehetőségek irányába? Igen, nagyon fontos rá nekünk, úgy gondolom. De úgy magyarok vagyunk, úgyhogy magyar számokat is muszáj, nagyon ott szeretjük. A mikrofont el akarták kérni, nyugodtan közben lehet szólni és lehet mondani bármit, ez egy szabad színpad most. Hát az, hogy igazából manapság elég nehéz beskatujázni a zenekarokat, tehát nálunk is van a punk rock, a new wave-től kezdve, igazából mindenben merítünk egy kicsit, de az alapon az olyan new wave punk. Hogy látjátok, mennyi időnek kell eltelnie egy zenekarnak ahhoz, hogy először is mondjuk egy régió szinten, aztán pedig országos szinten be tudjon futni? Hát az évek kérdése szerintem, mert Magyarországon azért egy zárt közeg a zenei réteg, és bekerülni a frontvonalba, oda előre, az nagyon nehéz szerintem. Úgyhogy el kell telni egy jó 5 évnek szerintem, hogyha be akarunk kerülni egy olyan helyre, hogy előzenekarok legyünk. Aztán majd onnantól felfelé. De szerintem teljesen jó úton haladtok, mert hogy itt vagytok az 5. Backstage Live és Mustárház közös tehetségkutatóján, zenei tehetségkutatóján. Mit szeretnétek elérni ezzel a tehetségkutatóval? Vagy mi az, ami miatt jelentkeztetek? Hát mindenképpen a demo lemez felvétel, vagy a lemez felvétel, vagy sokszorosítás az nagyon fontos, mivel ez így elég zsebbenyúlós téma Magyarországon. Meg hát egyértelműen a klipkészítés is jó lenne, hogyha el tudnánk érni. Nagyon-nagyon fontos, mindegyik nyeremény vonzó számunkra. Nagyon szeretnénk eljutni hegy aljára, Ozzfest, amit a környéken azért elég színvonalas fesztivál. Aztán hát ez lenne az egyik legnagyobb álmunk így, hogy a nyáron ott fel tudjunk lépni. Az, hogy a sikerüljön, ez elsősorban rajtatok múlik, aztán igen, természetesen majd a közönségen, és hát ugye a zsűrinek is van ebbe egy kis beleszólása, aki majd eldönti, ki az az a csapat, akik majd bekerülnek a döntőbe, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb most az, hogy nagyon jól sikerüljön a koncert, és természetesen az, hogy minél többen ismerjenek meg titeket, és erre ez a tehetségkutató rendkívül jó lehetőséget biztosít, és hogy hogyan zenél a Deepest Express, ezt most megtudhatjátok itt az 5. Backstage Live és Mustárház zenei tehetségkutatóján. Támogatóink: 5. Mustárház ifjúsági információs és tanácsadó iroda, Hell Music X Café, LB Media, Music World, Ozzfest, Hegyalja Fesztivál, TLS Zeneház, adathordozók.hu, Gibaudio Kft. Média támogatóink: Kölcsei Televízió, Retro Rádió, Campus Rádió,
nyiregyházi.est, promotions.hu, szabolcsbuli.hu, zene.hu, infonyiregyháza.hu, buli1.hu.